Csunderli Péter történésszel beszélgetek, szervusz, jó napot! Szervusz! Mi volt az a politikusi történelmi, politikustól adott történelmi párhuzam most így a kampányban, amitől így égnek át a hajad az utóbbi időkben? Nem is felett a mostani kampányban, mert azért már régóta használja ugye inkább a Fidesz a történelmi párhuzamokat és a megtévesztő történelmi párhuzamokat, vagy kicsavar történelmi analógiákat, de mondjuk az ellenzék részéről is volt már korábban olyan kampány, ami tenyhén szóval problémás volt, még hogyha éreztem is mögötte a jó szándékot. Melyik kampány volt az ellenzék részéről? Például, amikor a Fidesz ugye elindította a migráció ellenes kampányát, akkor az ellenzéki pártok elsőként a kétfarkú kutyapárt, de ezt széles körben átvették, kezdték el idézni István király intelmét, miszerint az egynyelvű és egyszokású ország gyenge. Na most már a 30-as években Május Szellemér bebizonyította, hogy lényegében, amikor az intelmekben egynyelvű és egyszokású országról beszélnek, akkor valójában ott István király helyesebben a neki tulajdonott intelmekben az udvarról van szó, tehát lényegében az egynyelvű és egyszokású udvar mellett állt ki, ellen állt ki István király, és hát az eredeti kontextusban azt jelentette, hogy hívják be azokat a német lovagokat, akik majd a, mondjuk a magyar ellenzékre rálépnek. És nem a muszlim hátterű migránsokat kellene behívni adott esetben, csak hát ez jó aztátó párhuzam. Ez egy tipikus esete a történelmi visszavetítésnek, amikor 20. századi liberális gondolatokat vetítenek vissza tényleg a 11. században egy történelmi szereplőket. De miért érzik szerinted kényszerestek a politikusok már azt, hogy történelmi párhuzamokkal jönnek el, amikor ezek teljes mértékben sántítanak, és tudjuk nagyon jól, hogy nincs két történelmi, nincs két azonos történelmi szituáció. A történelemben elképesztő legitimációs potenciál van, amit különösen akkor használnak politikai pártok, hogyha mondjuk gazdasági legitimáció hiányzik, tehát hogyha az embereknek az egzisztenciás helyzete nem annyira fényes, mint amilyennek lennie kéne, akkor politikai pártok, politikai erők előszeretettel nyúlnak a történelemhez, szóval az viszonylag költséghatékony legitimációt biztosít. Az is jellemző egyébként, hogy minél kevésbé demokratikus egy rendszer, annál inkább nyúl a történelemhez, mint igazoláshoz. És persze a történelmi legitimáció ilyenkor azon alapul, hogy valahogy felmutatjuk a saját magunk, ugye a vélt, ugye, történelmi jelőképünket, mint politikai párt, mint politikai vezető, és azt állítjuk, hogy a mi jelenbeli uralmunk szükségszerűen következik a magyar történelemből, vagy úgy általában a történelemből más országok esetében. Hát csak nem mindegy, hogy melyik történelmi párhuzamot vesszük alapul, azt mi motiválja az egyes politikusokat, hogy melyik történelmi párhuzamokat, vagy melyik történelmi szituációkat veszik legitimációs alapul, mert hát nyilvánvalóan a konszenzuson alapuló történelmi személyekhez nyilvánvalóan könnyebb hozzányúlni adott esetben, mint megosztó személyekhez, mondjuk, amiről fogunk is beszélgetni Tisza Istvánhoz, vagy mondjuk Horthy Miklóshoz. Hát az a kérdés, az adott politikai elő a megosztásban érdekelte vagy sem. És ebben az esetben egy megosztó ikonnak a választása kifejezetten jó, amennyiben ráépül egy már létező kultuszra. A Tisza István esetében a 30-as években erősen építették azt a kultuszt, amit most galvanizál a nemzeti együttműködés rendszerének az illiberális emlékezet politikája. Persze az a vicces, hogy Tisza István maga egy liberális politikus volt, ha csak a gazdasági nézeteit nézzük, ugyanakkor viszont ez az ő liberalizmusa az átfordult uralma alatt konzervatív liberalizmussá, ami lehetővé tette azt, hogy őt 30-as években, a Horthy korszakban már egy ilyen konzervatív, erős vezetőként állítsák be, aki próbálta visszatartani azokat a baloldali felforgatókat, akik a Tisza kultusz szerint Magyarország tragédiát okozták 1918 őszitől. Ez picikét ez olyan, amit most mondtál, mint hogyha most lehet, hogy ez is nagyon erősen sántít, de nekem az jött eszembe, hogy Orbán Viktor is volt pár liberális, volt pár ez is, aztán most lett egy konzervatív, hát európai mércével mérve szélső jobboldali politikus. Tehát itt, hogyha Tisza István esetében is valami hasonló kép rajzolódna fel, nem? Ilyenkor az is problémás, hogy bizonyos fogalmak megváltoztatják a jelentésüket. Tehát a Tisza István korának, pláne az apjának, Tisza Kálmán korának a liberalizmusa, az egy antidemokratikus liberalizmus volt. Alacsonyan tartották ugye a választó jogra jogosultaknak a számát, mindenféle ugye cenzusokkal, értelmiségi cenzussal, anyagi cenzussal, és lényegében úgy gondolták, hogy a szabad emberek szavazhassanak csak egy országban, de kik a szabadok?
azok szabadok, akik elég értelmesek, tehát elég műveltek ahhoz, hogy szabadon dönthessenek, tehát mindenféle álhíreknek ne dőljenek be, ne lehessen dezinformálni őket, és ugye anyagilag függetlenek, tehát ne legyenek kiszolgáltatva másoknak. De ezt ki mondja meg? Hogy kik a független hatalom? Hát ezt ugye a korban mindenféle cenzusokkal állapították ezt meg, az volt a problémás, hogy miközben a 19. század ugye közepétől már volt egyfajta demokratikus trend Európa különböző országaiban, egyre inkább növekedett a szavazásra jogosultaknak a száma, Tisza István rendszerében is ezt igyekezték alacsonyan tartani, annak érdekében, hogy fennmaradjon az a kiegyezéses dualista berendezkedés, ami Magyarországon népszerűtlen volt. Tehát 1867-ben ugye a magyar elit, a kiegyezéspárti magyar elit ugye kiegyezik az osztrák elittel, és első Ferenc Józsefet ugye megkoronázzák magyar királynak, azt a Ferenc Józsefet, aki addig hát egy gyűlölt figura volt, hiszen az ő emlékezetéhez 1849-ben ugye éppenséggel az Arad 13-ak kivégeztetése fűződött. Ha akkor térjünk most rá teljesen Tisza Istvánra, ugye hát a miniszterelnök most már kampányol intenzíven, és az ő mondandójában, hát ez tényleg ez a visszatérő toposz és vonal, amit most itt az Állami Rádiónak adott nyilatkozatából idézek, hogy Tisza István a bécsi koronatanácsban az utolsó pillanatig érvelt a háborúból való kimaradás mellett, és világossá tette, hogy olyat kockáztat Magyarország, amit épp elmélyű ember nem tesz. A teljes állami létet, mert ha veszítünk, akkor nagy baj lesz. Mennyire akart Tisza István kimaradni az első világháborúból? Vagy akkor egyáltalán beszélhetünk-e akkor abba a korban arról, hogy első világháború? Ugye Tisza István mindenképpen ki akart maradni. Az első világháborúban mindenképp, de hát fontos látni, hogy amikor megküldik ugye, Szerbiának azt az ultimátumot, 1914. július 23-án, amelyből majd annak visszautasítása után, hogy a hadüzenet lett, az még egy Szerbia elleni regionális háborúról szólt volna. Az az érdekes egyébként, hogy ugye ezt az ultimátumot direkt úgy fogalmazták meg, hogy a Szerbia visszautasítsa, és az volt a döntő része, hogy Szerbiát arra kötelezték volna, hogy engedjék, hogy az osztrák-magyar monarchia rendőrsége Belgrádban is ugye nyomozhasson. Amit egyetlen szuverén ország se fogadna el. Na most tekintve a mostani ugye magyar-kínai rendőrségi biztonsági együttműködést, hát ugye a jelenlegi szuverenista magyar kormány olyan együttműködési szerződést köt, amit az akkori szerb kormány ugye visszautasított, és ennek következménye lett hát a háború kirobbanása. Na most Tisza István tudta azt, hogy egy nagyobb háború az mindenképpen veszéllyel fenyeget, adott esetben az egész osztrák-magyar monarchia felbomlásával. Ráadásul Tisza István tudta azt, hogy Magyarországnak alig származhat előnye, még egy győztesen megvívott háborúból is. A 19. század közepétől, 20. század elejére, végül nagy nehezen a 54,5%-ra emelkedett a magukat magyarnak vallók, a legszívesebben a magyar beszélőknek a száma a népszámláláson az 1900-es évek elére. Na most bármiféle területi hódítás vagy valami, ez fenyegette volna ezt a kényes egyensúlyt, a magyar elitnek vagy a magyar privilegizált nemzetnek ezt a fölényét. Továbbá ugye Tisza István tudta azt, hogy Magyarország csak addig maradhat meg nagynak és magyarnak, amíg egy birodalomnak a része, amíg az osztrák-magyar monarchiának a része. Mert a magyar elit fölényét az biztosítja, hogy mellette áll az osztrák elit. Ezért érdekes egyébként, hogy amikor 1918-as Tisza István gyilkosságnak a centenáriumán, ugye 2018-ban Orbán Viktor mondott egy nagy beszédet, az újra felállított eredetileg a Hortikori Tisza szobornál, akkor Orbán Viktor azért méltatta a Tisza Istvánt, mert Tisza István a szuverén Magyarországért küzdött. Na most, ha volt valami, ami ellen küzdött Tisza István, az a szuverén Magyarországnak az elképzelése volt, mert Tisza István tudatosan feladta Magyarország szuverenitását azért cserébe, hogy nagy és magyar maradjon egy birodalmi keretben. Aki szuverenista politikus volt, az akkor még nacionalista politikus, Károly Mihály. De hogy magyarán szólva, jól értelek, a békének idézőjelben az volt az ára, hogy feladta a szuverenitását, és hozzád akart csatolódni egy ilyen szép magyar szóval élek az osztrák-magyar monarchiához, mert ez egyben nem csak birodalmi létet jelentett, hanem békét is jelentett, nem? Tehát, hogy a nagy testvér idézelben megvéd minket, vagy hogy hát legalábbis akkor, hogyha háború van, akkor nem vagyunk olyan esélytelenek. Tisza István engem azt
látta és érzékelte, hogy valahol a történelem Magyarország ellen dolgozik, ugyanakkor hitt abban, hogy ez az idő, ez megállítható. Ebben alapvetően tévedett. És Tisza Istvánnak a fő kritikusai, mint Jászi Oszkár, a polgárradikális politikus, aki a nemzetiségi kérdésnek egy kiváló szakértője volt, külön munkát is írt erről, ő viszont azt látta, hogy ez a folyamat ez nem megállítható. És a legtöbb, amit tehet a magyar elit, amennyiben megpróbál elébe menni a folyamatnak, és addig kiegyezik a nemzetiségi elitekkel, mondjuk képességgel, hogy kulturális autonómiát ad a nemzetiségeknek, amíg ezt meg lehet, és amíg ez egy jó és méltányos ajánlat. Na most, amikor 1918 őszén már Jászi, mint tárca nélküli nemzetiségügyi miniszter a Károlyi kormányban megtehette azt az ajánlatát, azt már visszautasították a nemzetiségi elitek, mert ez az ajánlat egy jó ajánlat lett volna 1914 előtt, de egy vesztes világháború után ezt már nem kellett volna elfogadniuk. Ez így szerinted kijelentető, hogy Tisza István volt akkor az egyedüli békepárti politikus, mint ahogy ez így a kormánypárti toposzokból leszűrhető? Hát Tisza István nyilvánosan nem képviselte a békének az ügyét, sőt, hát 1914 után, miután megszületett a döntés, miután II. Vilmos német császár egy bianco csekket adott az osztrák-magyar monarchiának a feltétlen támogatásáról, ugye Tisza István ezt elfogadta azt, ő meggyőzte a német támogatás, hát Tisza István még 1918-ban is írta egy levelében, ha jól emlékszem, Aponyi Albertnek, hogy kedves barátom, Németország legyőzhetetlen. Tisza István Berlint legyőzhetetlenek tartotta. Ő tartott egy olyan háborútól, amit az osztrák-magyar monarchiának kell megvívnia, az ott esetben Oroszország által támogatott Szerbiával, de egy olyan háborútól, ahol a legyőzhetetlen második birodalom Vilmos császár Németországba áll az osztrák-magyar monarchia mellett, ő attól nem tartott, mert úgy gondolta, hogy tényleg Németország Európa legerősebb hatalma, Berlin lesz Európa ura, tehát de Németország legyőzhetetlen, mondhatjuk, hogy elment a tipmixe. Egyébként a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a baloldal annak idején szétverte az államerőt. Ez mit takar ez az államerő szétverése? Ez a régi toposz, mi szerint ugye 1918. október 31-én hatalomra kerül a forradalmi kormány, az Őszi Rózsás forradalom eredményeképpen. Károly Mihály, ő eredetileg a nacionalista ellenzék felől indul, tehát a kurucos 48-as pártban kezdi politikai pályáját, 1916-ban megalapítja a saját pártját, a Károlyi pártot, ami még mindig 48-as alapon áll, de fő követelése ugye a béke, és hogy valahogy az Antanttal felvegyék a diplomáciai kapcsolatot, és keressék a kiutat. Mert Károly Mihálynak viszont az lett a meggyőződése, hogy egy angol-francia-orosz szövetséges Antanttal, pláne amikor az USA is csatlakozik 1914-ben az Antant mellé, hogy ezt a központi hatalmat csak elveszítetik, és Károly üzenete az volt, amit a mellé álló polgárradikális és szociáldemokrata politikusok is képviseltek, hogy ha már elveszítjük a háborút, mert szükségszerű, hogy elveszítjük, akkor legalább a békét ne veszítsük el. Na most 1918. október 31-ig után a Károlyi kormány ugye megalakul, és ez alapvetően pacifista politikusokból áll. És a kormánynak hadügyminisztere, az igen sötét emlékű Linder Béla lett, aki hát egy háborús hősként tartották számon a kortársak, kiderült, hogy már ideggyenge és alkoholista, nem a legalkalmasabb ember a pozícióra, egy hét után Károly Mihály le is váltotta. De Károly Mihály kormányának, mint egy ilyen bemutatkozásakor, Linder Béla mondott egy beszédet, amiből egy mondatot emelt ki az emlékezet, hogy nem akarok többet katonát látni. Na most, ha megnézzük az eredeti kontextust, akkor Linder Béla azt mondta, hogy nem akarok többet katonát látni, szolgálaton kívül fegyverrel a kezében. És utalta azokra a katonákra, akikből 18 októberére már Budapesten 50 ezer volt. Katonaszökkevényekre nem akartak harcolni, komoly közbiztonsági problémát jelentettek, többek között ők gyilkolták meg Tisza Istvánt, akit a háborúért felelősítettek, mert a nyilvánosság előtt a Konok Tisza beleállt a háború ügyébe, és képviselte. Szóval az, hogy a baloldal, ez a baloldali kormány bomlasztotta volna a hadsereget, ez nem igaz, mert ez a hadsereg eleve felbomlott, és hát emlékezünk rá, hogy itt egy osztrák-magyar monarchiának a császári hadserege volt alapvetően, az osztrák-magyar monarchia 18 novemberére megszűnt létezni. És amit egyébként elővesznek leszerelési terveket a Károlyék,
azokat még korábban készítették, mielőtt még hatalmakra kerültek volna. Tehát ez a, mondjuk így a Tisza István rendszeréig visszahúzódó leszerelési tervek voltak ezek, és itt hadd ajánljam Révész Tamásnak, ha nem akartak katonát látni, kérdőjellel című könyvét, ami bemutatja azt, hogy valójában mi volt ez a 18-19-es katonapolitika, és hogy mennyire alaptalanok azok a jobboldali vádak, amik itt a magyar haderő tudatos zülesztéséről szólnak. Ez történetileg, ez a kormányfő által említett baloldal, ez ugyanaz a baloldal, mint mondjuk amit ma baloldalnak tevezünk, mert hát azt se tudjuk, hogy ma mit tevezünk baloldalnak tulajdonképpen, erről is van egy vita. 1918 őszén azért egy alapvetően mondjuk egy baloldalnak nevezhető polgári kormány kerül hatalomra, de hát Károly Mihályt egyébként a nemzetközi közvéleményben egy nacionalista politikusként tartották még számon, és ő később lesz az a Vörös Gróf, aki köztársasági elnökként 1919. februárjában saját birtokán kezdi a földosztást. Mondjuk azt, hogy ez egy nagyon vegyes kormány volt, amiben a nacionalista ellenzék, kurucos ellenzék tagjai delegáltak minisztereket, tagjai voltak már a szociáldemokraták is, valamint a Jászi vezette polgárradikálisok. Ez egy ilyen egységes ellenzék volt, amelynek egyetlen közös programja, mondjuk így az volt, hogy szakítani akart a régi Magyarországgal, de egyébként a tekintetben, milyen legyen az új Magyarország, már nem volt közös elképzelés. A szociáldemokraták ugye szocializálni akarták az üzemeket, a régi nacionalista ellenzék tagjai, ők meg akarták őrizni a magántulajdont, a polgárradikálisok szövetkezesítésben gondolkodtak, és akkor csak a gazdasági kérdésről beszélünk. Törvényszerű volt, hogy a koalíció fel fog bomlani, mint hogy fel is bomlott a nagy nyomás hatására. Na, ugorjunk akkor kicsit az időben, mert ugye maradva még ugyanennél a témakördé, vagy ugyanennél a kormányfői toposztál, ugye Orbán Viktor azt is mondja, hogy Horthy Miklós is kívül akart maradni a háborúban, ameddig tehette, vagy ameddig képes volt rá, de végül a németek belenyomták. Horthy Miklóst és az ő ugye, miniszterelnökét, Bárdossy Lászlót senki sem kényszerítette arra, hogy a meglehetősen gyanús és a mai nap is teljesen ugye, megoldott kassai bombázás után a parlament beleegyezési nélkül helyesebben utólagos jóváhagyásával ugye, bejelentették hadi állapotot a Szovjetunióval. Ugye mindig elmondják, hogy itt valójában nem hadüzenet történt, hanem hadi állapotot beálltnak nyilvánították, mivel szovjet támadásnak tartották a kassai bombázást, de hát azért lássuk be, hogy talán alaposabban meg kellett volna fontolni ezt a hadi állapot beálltnak nyilvánítást, pláne úgy, hogy mondjuk a Szovjetunió részéről, kifejezetten Molotov részéről érkeztek olyan ajánlatok, amelyek arra bátorították volna a magyar vezetést, hogy amennyiben Magyarország távol marad a Szovjetunió elleni ugye Barbarossa hadművelettől, akkor számított a Szovjetunió későbbi jó indulatára bizonyos revíziós ügyekben. Na most ez nem történt meg. Magyarország ugye csatlakozott a Barbarossa hadművelethez, de 1940. júniusában erre még nem volt nyomás a németek részéről. Később majd lett, amikor hát a második magyar hadsereget ugye föl kellett állítani, mert addigra összeomlott az elképzelés, hogy egy világháborúban a németek legyőzhetik a szovjeteket. Csak nem lehet az, hogy ez a kassai bombázás egy olyan pszichés nyomást helyezett az akkori vezetésre, amely nyomán ők saját maguk érezték kényszerítve arra magukat, hogy belépjenek ebbe a háborúba? Ez a támadás egyébként nem volt Horthy Miklós ellenére, mármint ugye a belépés, hát ő maga 1919-ben ugye egy antibolsevista erős emberként emelkedett ki, és hát ezt később is 41-től egy antibolsevik keresztes hadjáratként pozícionálták. 1941. decemberében meg is rendezték a szélsőjobboldali Magyarországos Véderő Egylet támogatásával az antibolsevista kiállítás Budapesten, a Vigadóban, ami valahogy úgy próbálta keretezni és igazolni a Szovjetunió megtámadását, hogy itt a magyar katonák a Szovjetunióban ugye magát az európai civilizációt védik. Egyébként hát akár szórakoztatónak is nevezhetném, hogy Horthy Miklós a kiállítás elért köszöntőjében úgy méltatja a magyar katonákat, hogy itt a motorizált járművek világában ti akkora hősök vagytok, hogy lovakkal mentek a Szovjetunió ellen. Talán sokak láthatták ugye a gyorshadtestnek a képét, hogy miképpen nézett ki a magyar gyorshadtest, és hogy mennyire nem volt felkészülve a magyar hadsereg a
kor kihívásaira. Tehát ugye ez a mosolygó, meg ezek azért ugye megmosolyogtatónak tűnnek ebből az időszakból, csak hát ez azért ettől függetlenül, ha mondjuk a második magyar hadsereg katasztrófáját említjük a Donkanyarba, akkor azért annyira már talán mégsem. Szóval ez, mitől van ez a kettőség, hogy most mosolygunk rajta, de valójában ez egy történelmi tragédia. Történelmi tragédia, de én valahogy történészként próbálom távol tartani az érzelmeimet, és próbálok fölvenni egy ilyen távolságtartó ironikus pozíciót, és hát azért lássuk be, a magyar történelmel szemben az irónia az meg sokszor elengedhetetlen. Meg a mai magyar politikával szemben is. Ez a, mint hogyha a miniszterelnök egyébként ezek a két vezetőnek, Horthy Miklósnak és Tisza Istvánnak, mint hogyha adna egyfajta felmentést, egy ilyen pozitív hősként állítaná be, hogy hát ők aztán küzdöttek nagyon, de hát ez a csúnya nemzetközi nyomás, ez a nemzetközi lobby, amiből aztán ő leeredezteti a Soros elleni küzdelmet, és a többi. Ezáltal negatív hősökből farag pozitív hősöket az értelmezésemben. Hadd ajánljam a nem sokára ugye megjelenő BBC History magazin júniusi számát, amelynek szerkesztője vagyok, és ez egy kifejezetten külpolitikai összeállítás, amely magyar külpolitika sors kérdéseit veszi végig a 20. század elejétől, hát egészen a NATO csatlakozásig. Na most abban Fritz Pál kifejezetten írt egy tanulmányt a magyar politikai elit és Hitler kapcsolatáról. Itt, amikor Orbán Viktor építi maga is a Tisza kultuszt, meg a Horthy kultuszát, ez lényegében azon az elképzelésen alapul, hogy itt vannak ezek a szuverenista, erős emberek, akik Magyarországon a garanciát jelentik annak, hogy itt a baloldal nem veszi át a hatalmat, mert ha a baloldal jön, akkor egyfelől itt ugye ezek ilyen vagy egy ilyen alkalmatlan, szedetvedett népség, és úgy esik szét az ország, vagy ezek ilyen professzionális ügynökök egy nemzetközi összeesküvésnek a része, és kiszolgálják kifizetlen a nyugatot. És ugye velük szemben csak itt az erős, jobboldali, konzervatív, erős emberek jelentetnek védelmet, és amennyiben ugye a baloldal ármánykodásai miatt, mert így állítják be a Tisza merényletet, hogy ezzel a Károlyi körétől érkeztek a merénylők, amennyiben ezek az erős emberek eltűnnek, meggyilkolják őket, mint 1918 őszén Tisza Istvánt, akkor abból szükségszerűen jön a szétesés. Na most azért egyfelől nyilván nem igaz, hogy a baloldal csak anarchiát, káoszt és vörös terrort jelenthet. Sőt, nekem ugye más a véleményem erről. Másfelől pedig azt is lássuk be, hogy Magyarország egy kicsi és gyenge ország, amely ki van szolgáltatva a nemzetközi körülményeknek, nemzetközi hatásoknak, nemzetközi nyomásnak. Tehát azért külföldi tendenciákkal szemben hosszabb távon nem igazán lehet kormányozni. A magyar politika elit mindig bele volt szorítva a nemzetközi trendekbe. És efelől mondjuk azért itt mondjuk lássuk be, hogy a 30-as években, vagy a 40-es években, ugye kérdés, hogy mennyire lehetett volna a náci Németországgal szemben pozícionálni, amikor nem csak arról van szó, hogy Németország Közép-Európa legerősebb hatalma, vagy hát a nagy hatalom Közép-Európában, hanem ha megnézzük, hogy a magyar export és import forgalom, a magyar kereskedelem mennyire hozzácsatolódott Németországhoz, hát ezek olyan annyival erősebb erők, mint egy-egy politikus szándéka, hogy ami ellen nehéz tenni. Másfelől pedig ugye a 30-as években ott volt a revíziós kényszer, amiben belehajszolta magát a politikai elit, hogy ahelyett, hogy próbálta volna gyógyítani a Trianon traumát 1920-tól, egy Trianon kultusszal legitimálta saját magát, és egy revizionista propagandával, és hát a 30-as évek második felére már a náci Németország tűnt annak a nagyhatalomnak, amelynek segítségével ez a revízió megvalósítható. Ez picit nekem olyannak tűnik az elmondásodból, mint a vesztes szerencsejátékos, amikor benne van egy rossz sorozatban. Hogy úgy akarja visszanyerni a tétet, hogy még több tétet pakol rá, ahelyett, hogy kiszállna egy minimálisan vesztes pozícióból. A magyar történelmi elitre ez akár jellemző is lehet, hozzáteszem. A nem magyar történelmi elitre is, mert például ugye azok a kommunisták, akik 1919-ben csatlakoztak a munkásmozgalomhoz, még nem az a munkásmozgalomhoz csatlakoztak, amivé ez Sztálin után vált, meg a sztálini terv után, de már eltöltöttek 1919-től 10-20 évet, akkor most
igen nehéz lett volna nekik kiszállni, hiszen akkor azzal elismerték volna, hogy 10-20 évük ugye ment volna a kukába. Ehelyett inkább újabb és újabb téteket tettek bele, és bíztak abban, hogy mégiscsak ugye nyerhetnek. És e tekintetben viszont itt, ha már a játékfüggőség, hát én a magyar miniszterelnökön azért látom ezt a játékfüggőséget, hogy egyre és egyre emeli a tételt, és mindig újabb és újabb nagy fordulatokban reménykedik. Noha lássuk be, hogy itt az utolsó nagy nyeremény, ami bejött, hogy 2016-ban a várakozások ellenére Donald Trumpra tett, azóta viszont hát csak rossz jóslatai voltak. 17-ben a magyar kormány a Brexit ellen kampányolt, és akkor nézzük végig, hogy 19-ben mennyire nem jöttek be a vállalkozások az EP választása kapcsolatban, amikor Orbán Viktor és a hívei előtte azt vizionálták, hogy majd 2019-től egy ilyen Salvini Strache Orbán tengely körül fog majd forogni Európa, aztán lássuk, hogy mi lett ebből. Picit még Tisza Istvánnál maradva, azért nem csak a kormánypártok, vagy hát nem csak Orbán Viktor, de az ellenzék is szeret ráhivatkozni. Mármint Róna Péter, a Jobbik listavezetőjére gondolok most, aki az ATV Csat című műsorában minap azt mondta, hogy a magyar külpolitika oda jutott, ahova a trianoni békeszerződés előestéjén, mivel teljesen el vagyunk szigetelődve, és képtelenek vagyunk a magyar érteket érvényesíteni. Ez így kijelenthető? Hadd ajánljam Jeszes Gézának az Elveszett Presztízs című könyvét, ami 1986-ban jelent meg, amely azt mutatja be, hogy Magyarország miképpen vesztette el a nemzetközi megbecsültségét. 19. század közepén a magyarhoz pozitív gondolatok és nagyon pozitív imást társult. A szabadság szerető népnek a képzete, aki támogatni kell, hát Kossuthnak ez a nemzetközi rócsója, ugye azért volt annyira sikeres, azért ünnepelték Kossuthot és a 48-49-es magyar emigránsokat. Na most bő 50 év után, és pláne a Lex Aponyi után, amikor a nemzetiségeket elnyomó vagy represszív politika került a magyar politikai elit előterébe, akkor a magyaroknak a nemzetközi megbecsültsége csökkent. És a pozitív, szabadság szerető magyarok képzetéből már az 1900-es években, és pláne ugye Trianonhoz, kialakult a basáskodó, dőfös magyar képzete, amikor lényegében hát a szolgabírókkal feleltették meg. A tisztarendszert kiszolgáló, basáskodó szolgabírókkal és alispánokkal feleltették meg a magyaroknak a képzetét, és emiatt a nemzetiségi eliteknek a propagandája célt ért, mert annyira negatívá vált a magyar kép, hogy hát senki se sajnálkozott volna értünk, mint hogy senki se sajnálkozott, ugye, ami történt, vagy ez túlzás, de hogy azért alapvetően nem okozott nemzetközi felháborodást a trianoni. Azt mondták, hogy magyarok beérdemelték a sorsukat, hát itt basáskodnak meg, stb. Tehát ez nyilvánvalóan ez a revans érzet, ez azért ott volt bennük. Ugorva most akkor beszélgetésük vége felé, ugorjuk most akkor a rendszerváltáshoz, és a Tisza párt alelnökéhez, ha már így Tisza, akkor... Ez ugye Tisza Kálmár és Tisza István pártja jut erről eszembe, és hát Ady Endrének a kirolnásai a Tisza párttal szemben. Szóval akkor, hogy így legyünk így keretesek. Azt mondta a minap, hogy a fideszesek úgy mosolyognak most, ugyanúgy, ahogy azt a kommunisták tették 88-89-ben, de aztán jött Orbán. Gyerek voltál, tehát nekünk erről nem nagyon vannak objektív emlékeink, de hát azért elég sokan vannak körülöttük, akik erről be tudnak számolni, és ők azt mondják, hogy legalábbis többektől hallottam, hogy hát ebben az időszakban már látni lehetett a rendszernek a végét. És hogy a kommunisták ekkor már nem nagyon mosolyogtak, és hogy, vagy hogy legalábbis csak az lépett be az MSZNP-be, akinek valami politikai érdeke volt, mert olyan volt a hangulat. Tényleg lehetett már akkor tudni, hogy mi a vége, vagy akkor a kommunisták tényleg ennyire azt hitték még a rendszerváltás előtt is, nem sokkal, hogy jövék a világ. Ugye, amit itt Fagyar Péter fölemlegett, hát ez ugye maga az Orbán kultusz és annak építése, hogy itt Orbán Viktor volt az, aki ugye egymaga az a küldte a szovjet csapatokat Nagy Imre újratemetésén 1989. június 16-án. Noha akkoriban már tárgyalások folytak a szovjet csapatok kivonásáról, tehát a magyar rendszerváltás az nem a magyar ellenzékből, tiszteletem és becsülöm ugye a beszélőkört és a különböző ugye népi értelmiségi mozgalmakat, de hát nem ettől roppant meg a Kádár rendszer, hogy itt voltak ellenzéki erők, hanem attól, hogy ez a rendszer felérte a gazdasági ugye erőforrásait,
eladósodott, ráadásul a Szovjetunió maga is összeomló félben volt, tehát Gorbacsovék elhatározták, hogy úgy próbálják meg valahogy szanálni a Szovjetuniót, hogy feladják a nagyon drágán fenntartott kelet-európai pozícióikat, és valahogy kivonják a szovjet haderőt. Tehát a túlnyújtózkodott Szovjetuniót próbálják valahogy ugye, működőképessé tenni. Egyébként az ilyen típusú rendszerek Magyarországon hát csak valami nemzetközi változás, nemzetközi nyomás, nemzetközi földrengés következtében buktak meg. A nagyon stabil és nagyon beállt, nevezzük ki Tisza rendszert, az első világháború söpörte el, a Horthy rendszert a második világháború, itt pedig a Kádár rendszert a lényegében a hidegháború vége és a nemzetközi erőviszonyoknak a radikális átalakulása. Tehát az az igazság, hogy itt ezek a nagyon stabil beállt rendszerek csak valami nagy összeomlás után tudnak eltűnni. Ez persze nem feltétlenül biztató azoknak, akik reménykednek itt az Orbán rendszer leváltásában, mert hogyha menni fog, az is nagyon fájni fog. Visszatérve még kicsikét beszélgetésünk elejére, hogy ezeket a történelmi párhuzamokat a választók mennyire értik? Mert az, hogy tudjuk, hogy mi történt március 15-én, október 23-án, az már tényleg a kollektív emlékezet része, de Tisza István életét nem tudjuk feltétlenül úgy, mint Petőfi Sándorét, és ez pedig kiváló alkalmat ad arra, hogy manipulálni tudjuk, meg torzítani tudjon egy politikus. Most azért itt a Tisza Istvánnal kapcsolatos ugye, párhuzamok, viszont Orbán Viktor lenne korának Tisza Istvánja, azért ez nem azon szavazóknak szól, akik egyébként fenntartják ezt a rendszert. Na most tudjuk, hogy a magyar választási rendszer sajátosságaiból, hogy azért alapvetően mondjuk így a falusi népesség az, ami a kiszolgáltatott és feudalizált falusi népesség az, amely fenntartja ezt a rendszert, és persze azért ott van a részben különböző kedvezményekkel, sokkal is hasonlókkal megvásárolt, ekkor megvásároltnak tűnt mondjuk így felső középosztály is. Ezek a hasonlatok inkább az értelmiségnek szólna, akiknek valahogy igazolniuk kell saját maguk előtt is, hogy noha látják azt, hogy azért nem feltétlenül úgy mennek a dolgok, mint ahogy ezt várni lehetne, de hogy mégis itt az egyetlen erő, amire szavazni lehet, az maga a Fidesz és Orbán Viktor, mert ha nincsen, akkor ugye jönnek ők, ugye jön vissza a baloldal, és itt ha már párhuzamok, akkor itt a Horthy-kori tanácsköztársaság ellenes propagandát lehetne felidézni, ahol a tanácsköztárságból egy démonikus horror sztorit kreáltak, annak érdekében, hogy az egyetlen helyes, igazolható és nemzeti erőnek a Horthy rendszer tüntetessen fel a 20-as, 30-as években. Amúgy pedig, ha már ugye itt a választási rendszer szóba került, meg a NER, szerintem Gerő Andrásnak az Elsöprő kisebbség című 1988-as könyvéből lehet a legjobban megérteni a NER-nek a működését, ami arról szólt, hogy noha a kiegyezéspárti politika az a magyar rock körében népszerűtlen volt, de 1867-től kezdve a szabadelvű párt, ami mondjuk így a Tisza párt lett ugye később, miképpen szabta át ugye a választókerületeket, miképpen manipuláltak a cenzusokkal, miképpen szállta meg a kormánypárt a magyar államigazgatást, miképpen etiketították a választókat, miképpen listázták a szavazókat, hát akkorban még nyílt szavazás volt, tehát még törvényes is volt ez, miképpen vesztegették meg őket annak érdekében, hogy fenntartsák azt a rendszert, ami mondjuk egy teljesen szabályos és egy fair választáson megbukott volna, hiszen a magyar nemzet 48-49-ben jön létre, nemzeti érzelműek voltak alapvetően a magyarok, vagy hát ilyen osztrák ellenes érzelműek, mégis a Bécs mellett kiálló kiegyezéspárti kormánypárt nyert választásra választásra, hát pontosan azért, mert annyi okból volt nem fair a választási rendszer dualizmus korában. Csünderli Péter, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.